Eszter könyve hatodik rész, a király kitünteti mordokajt. Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt, ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes története krónikáját, és olvassanak föl belőle a királynak. És rátaláltak arra a főjegyzésre, amely szerint Mordokaj följelentette Biktánát és Terest, a király küszöbét örző két udvarnokot, akik merényletet terveztek a hasvérós király ellen. A király megkérdezte, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért mordokajnak. A király szolgálatára álló ifjak így feleltek. Semmit sem adtak neki. Akkor ezt kérdezte a király. Ki van az udvarban? Hámán ugyanis éppen megérkezett a királyi palota külső udvarába, hogy megkérje a királyt, akasztassa föl mordokait arra a bitófára, amelyet neki állítatott. Az ifjak ezt felelték a királynak. Hámán állít az udvarban, a király így szólt, jöjjön be. Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király. Mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában, ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem. Azért ezt felelte Hámán a királynak. Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott töltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát adják át a ruhát és a lovat a király egyik legelőkelőbb főemberének. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város főterén, és ezt kiáltozzák előtte, így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Akkor a király ezt mondta Hámánnak. Sies, hozd azt a ruhát és lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó mordokaijal, aki a király kapujában ül. Semmit se hagyj el abból, amit mondtál. Ekkor Hámán fogta a ruhát és a lovat, felöltöztette mordokait, majd végig lovagoltatta a város főterén, és ezt kiáltozta előtte. Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Azután Mordokaj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. Majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresnek, meg összes barátjának mindazt, ami őt érte tanácsadói és a felesége Zeres ezt mondták neki. Ha Mordokai, aki miatt most megtántorodtál, valóban zsidó származású, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Még beszélgettek, amikor odaértek a király háreműrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter rendezett.